is csak azzal tudom kezdeni, hogy napjainkban reneszánszát éli a családkutatás. Világjelenség ez. A véleményem szerint az egyes embernek a globalizáció elleni megnyilvánulása ez a magatartás. Ugyanakkor az elmagányosodás elleni védekezése is. Mi sem bizonyítja jobban ezt, mint amikor az egyik első díjas dolgozatot író 15 éves gimnazista fiú, aki a család egyetlen gyermeke, kérdésemre, hogy miért fogott az ősei kutatásába, azt válaszolta, hogy keresi a szálakat, keresi a rokonokat, a kötődést a természetes közössége felé. Ez mutatja egyébként az ilyen jellegű kutatások társadalmi hasznosságát is. Az ősök számontartása minden társadalmi formációban jelen volt. Az etnológusok számtalan primitív nép kultúrájának bemutatásaként leírták a nép etnogenézisét, a primitív törzsek eredetmondáit, rokonság rendszerét. Ezekben mindig nagy hangsúlyt fektettek azokra az ősökre, nemzetségfőkre, akik nagy tetteket vittek végbe. Nincs ez másként a mai családfák ős apa helyén szereplő egyén esetében sem. Az osztálytársadalmakban, így Magyarországon is a mindenkori jogrendszer segítette az ősök számontartását. Ennek szükségességét indokolta a mindenkori király uralkodásának törvénnyel való alátámasztása, a különböző címek, rangok, kiváltságok, vagyonok öröklésének bizonyítása. Ezek közé tartoztak a nemesi kiváltság levelek, de címerek és egyéb dokumentumok, de emellett a döntések nyilvánosságát biztosította az, hogy a kihirdetéskor mindig jelen kellett lenni megfelelő méltóságoknak, személyeknek. Ezek a mai értelemben vett tanúk. Tehát az írásos dokumentumok mellett mindenkor támaszkodtak az emlékezetre is. Az emlékezet a népi szokásjogban mindenkor jelen van. Gondoljunk csak azokra a történetekre, amelyekkel az egykori öreg parasztemberek kezdték a mondandójukat. Nagyapámtól hallottam, vagy volt egy valamikori ősöm, stb. Nos, az emlékezést, a kötődést szolgálják a különböző családi feljegyzések, a Bibliában, családi krónikákban, memoárokban, az emlékkönyvek, de a ház vértelkén, az abroszokon, vagy éppen a gyűrűkön megjelenő monogramok, csak úgy, mint a temetőben a fejfákra, sírkövekre vésett nevek. Sorolhatnám tovább a családi emlékezés meg annyi példáját. A vérségi kapcsolatok működésének lenyomatai ezek. A hagyományos paraszti társadalom működésének alapja a lokális és a vérségi alapon szerveződő emberi közösségek együttműködése. Ezen együttműködés nélkül nincs egészséges társadalom. Már megint a családkutatás fontosságánál, társadalmi hasznosságánál tartok. E kis bevezetőt azért tettem, hogy érthetőbbé váljék a saját és a hozzám hasonló kutatók társadalom néprajzi szemlélete, családkutatásuk fő jellemzői. Nos, én magam ifjú egyetemistaként kezdtem a családkutatást fél évszázaddal ezelőtt. Kíváncsi voltam arra, meddig ér az emberi emlékezet, ki a rokon, kit hogyan neveznek, szólítanak meg, egyáltalán hány ős rokon nevét tudja felsorolni egy ember. Ez körülbelül 200 körül mozgott a nagykunságon. Igen, hamar rábukkantam a paraszti közösségekben megmaradt első családfákra, a családban őrzött feljegyzésekre. A velem egykorúak vagy idősebbek tudják azt, hogy az államszocialista rendszerben a genealógiai kutatásokat negligálták, a nemes ősöket kívánatos volt letagadni vagy hallgatni róluk.
Szerencsére azonban a dokumentumok egy része megmaradt levéltárakban, vagy éppen komód fiókokban és az emlékezetben. Egyébként ezeken a régi családfákon is körülbelül annyi személy szerepel, mint amennyi az emlékezetben. Annyi a különbség köztük, hogy a családfákon inkább a elődök népes táborát találjuk, az emlékezetben viszont az utódok, tehát a korban élő rokonok nevei szerepelnek. Az 1989-90-es rendszerváltással társadalmi jogi környezet megváltozott, és a tiltás alól felszabadulhatott az emlékezet, a társadalmi igény a múlt megismerésére. Igen sok írás, pályázat, majd könyv született országszerte. Ugye néhány emlékeztetőt, dokumentum típust láthattak ezeken a képeken. Nos, nézzük az előzményeket. Azt vettem észre, és erre építve szólítottam meg a családkutatókat 1990-es évek derekán, hogy van egy jó néhány olyan ember, akit érdekel, és maga is kutatja a saját őseit. Erre szerveztem én meg az családkutatói találkozókat, kiállításokat Turkevén, majd összegyűjtve jelentettem meg egy-egy könyvet, katalógust. Az általam rendezett kiállítások címei: nevezetes kevi családok, családfák, családi emlékek, Csikós Tóth András emlékkiállítása, Györfi Lajos emlékkiállítása, Lacka János emlékezete, neves nagykunsági családok, családfák, nemzetségtáblák a nagykunságon. Ezek között vannak múzeumi tárgyak, dokumentumok, de egyéni gyűjtők kölcsönadott anyaga is. Mindezt 1994 és 2012 között rendeztem. Nos, találkozók is kapcsolódtak a kiállításokhoz. Az azonos érdeklődésű önkéntes gyűjtőket, hivatásos kutatókat többször is találkozóra hívtam. Ilyen találkozásra került sor 1997-ben, majd 2003-ban, Szolnokon pedig 2011-ben. Nem tudom, kik voltak jelen ezeken a tanácskozásokon a mostani hallgatóság közül, kik hallgatták az előadásokat, látták a kiállításokat, bizonyára nem sokan. Szerencsére megmaradtak mindezek írásos dokumentumai, fényképei, amit ma is kézbe lehet venni, el lehet olvasni, hogy ötleteket nyerjünk, belőle hasznosítsuk az előző generáció munkáját, mert azok a családkutatók jó részt már nem élnek. Amint mondtam, a megjelentek kiállítási katalógusok és könyvek. Nos, ezekből hoztam, mármint a könyvekből egy csokorra valót, látták ott a folyosón, és ezekről ejtek most néhány szót, hogy figyelmükbe ajánljam. Bízom benne, hogy a megye múzeumaiban, könyvtáraiban megtalálhatók ezek a kiadványok, de meg is lehet vásárolni. Kiállítás katalógusok. Valamennyi általam készített kiállítás katalógusban találhatók leszármazástáblák egy-egy neves művészről, például Szobrász Fintákról, a festő Csikós Tóthról, vagy a nagykapitány Lackáról, hogy csak néhányat említsek közülük. A katalógusokban vannak dokumentumok, családi erekjék, fotói, és ugyanakkor megörökítettem a közreműködőket, a tárgyak írások őrzőinek, kölcsönadóinak nevét is. Olyan adatok ezek, amelyekre szeretném felhívni az önök figyelmét. Egyrészt rábukkanhatnak az önök családját érintő adatokra, másrészt módszertanilag is fontosak, hiszen újabb és újabb lehetőséget adnak arra, hogy mit érdemes feljegyezni, lefényképezni, leírni.
A kiállítások pedig újabb kiállításokra ösztönözhetik az intézményeket, családkutató klubokat, egyéneket egyaránt. Nos, az egyik csoport a kiadványokból a kiemelkedő egyének életútjának bemutatása. Erre a Jegyző generációk című könyvet hozom példának. Mint már az előzőekből is kiderült, nem csak általánosságban kutattam, gyűjtöttem a témával kapcsolatos anyagot, hanem konkrét családkutatásokat is végeztem. Ennek eredményeit tettem közre több tanulmányomban, két könyv is megjelent ebben a témában. Az egyik a Lacka János emlékezete, a másik a Jegyző generációk. Ezekben a könyvekben olyan neves, főleg 18. században élő hivatali tisztséget viselő, a nagykunságért tevő, áldozatot vállaló, kiemelkedő egyének, kulcsemberek életmódját követtem nyomon, akik ma is példaképek lehetnek. Ezen személyek családi környezete, rokonsági hálója elsősorban az adott településeken volt, de kiterjedt a nagykunságra, az előző származási helyükre, a hasonló társadalmi státuszú baráti körre, iskolatársi kapcsolatokra is. Tehát azon túl, hogy megismerik egy-egy neves ember életútját, más családokra, egyénekre is kaphatnak adatokat, ha elolvassák ezeket a könyveket. Itt megemlítem a közelmúltban elhunyt Kurucz János karcagi tanár úr hasonló kutatásait, könyveit. Ő napjainkig göngyölte fel a családok nagykunsági családok életét. A kulcsemberek. Az általam irányított kutatóközösség 2001 és 2004 között végzett a nagykunságon társadalmi kutatásokat. Három könyv született belőle, a kulcsemberek, a családok, nemzetségek, familiák és a nagykunsági közösségek. Mindháromban vannak, tehát a kutató közösségben voltak hivatásos kutatók, egyéni gyűjtők, családkutatók. Az írások között találunk Turkevei tanár, Dévaványai parasztasszony írását, és hát sorolhatnánk tovább. Ezekben a kötetekben elsősorban napjainkban is ismert családokról, közösségi emberekről olvashatunk. Megismerhetik egy-egy népművész, művész, tanáregyéniség, stb. Múltját, életútját, szellemiségét, a közösségért tett áldozatvállalását. A jászkunság tudósai, itt kell figyelmemükbe ajánlanom ezt az új sorozat kezdő két kötetét, amely a jászkunságban élt, a jászkunság kutatásával foglalkozó 19.-20. századi kutatók munkásságát mutatják be. Azon túl, hogy a tudományos munkásságok bemutatására, értékeire hívják fel a szerzők, az olvasók figyelmét, a kötetek önök számára azért is fontos lehet, mert a kötetekben szereplő tudósok családtörténetét, rokoni, baráti és munkatársi kapcsolatrendszerét is megismerhetik az írásokból. Hogy kik ők? A jászsági Horváth Péter, a kiskundorozsmai Jernei János, vagy a kiskunhalasi Gyárfás István történetkutató, valójában helybeli jogászok, de könyveket is írtak. Györfi István nagykunsági, Szűcs Sándor bihari származású néprajzkutató, vagy Gál László, az iráni és ókori nyelvek kell foglalkozó tudós tanár. Ajánlom a figyelmükbe. Az is jó lenne, hogyha minél több tudós tanár oktatna ma is a középiskolákba. A komplex családkutatás eredményei. A már korábban is megemlített Jász-Nagykun Szolnok megyei Tudományos Egyesület által szervezett országos családkutatói konferencia anyag két kötetben jelent meg, a Középpontban a család címmel 2012-ben. Ezen a konferencián az előadók a család intézményével foglalkoztak, a bemutatás kitért a múltra és a jelenre is, nem megkerülve a napjainkban bemutatkozó jelenségeket, például a vállást vagy az együttélést,
ezek a jelenségek következtében jelentkező társadalmi problémákat. A konferencia célja volt a különböző tudományágok képviselői közötti eszmecsere, a társadalom irányítói számára a figyelemfelhívás és az esetleges javaslatok. Itt kutató, hivatásos kutatók, tanárok, önkéntesgyűjtők, lelkészek, tehát igen, széles kör vett részt ezen a tanácskozáson. A tanulmányok 4 témakörben csoportosíthatók, a család napjainkban, az innovatív családok a történelemben, a hagyományos paraszt család működésének rendje, a hitélet és a család. Önöket bizonyára a második fejezetben bemutatott családtörténetek érdeklik a legjobban. Ebben számos családot ismerhetnek meg a Jászságból és a Kunságból, a Duna-Tisza közéről, de a Dunántúlról, sőt Budapestről is. A kötetek olyan meglepetéssel is szolgálnak, hogy például egy-egy szakterülettel foglalkozó, egy-egy tájegységet jól ismerő muzeológus, akit úgy könyveltünk el, mint népviseletkutató, vagy kerámia kutató, stb. Most bemutatkoznak családkutatóként is. A kötetekben leírt családok között vannak paraszti származásúak, értelmiségiek, iparosok, kereskedők, érdemes forgatni a köteteket is. Sok új ismerettel és kutatási módszerrel, forrással ismerkedhetnek meg. Az alföldi családtörténetek ebben a műfajban a legújabb, amely ugyancsak közel állhat önökhöz, már csak azért is, mert szerzői között találnak olyan családkutatókat is, akiket önök is ismernek, a közöttünk lévő Ari Ilonát, nem tudom Mikes éve itt van-e, de ugye a mezőtúri csoportba tartozik. Munkájuk igen példamutató. E könyv lapjain olvashatnak egyénileg dolgozó családkutatókról, de a családkutatók közösségi szervezésében jeleskedő jelen konferencia ötletadójáról, főszervezőjéről is. Felfedezhetnek azonban olyan fiatalokat is a szerzők között, akik még egyetemisták, doktoranduszok Szegeden, az én tanítványaim. Mert hogy előadóként sikerült előbb a mezőtúri főiskolán, majd a Szegedi Egyetemen is felkelteni az érdeklődést a családkutatás iránt. Így születtek házi dolgozatok, szakdolgozatok és a jelen kiadványban közített írások. Ők elsősorban a Dél-Alföldre települt családok életútját követték nyomon. Számtalan izgalmas életutat ismerhetünk meg rajtuk keresztül. Éppen ezek az írások mutatják ezt a bizonyos mobilitásra hajló családok életútját. Egy-egy napjainkban elkészült interjú pedig elvezett bennünket az 1950-es évekbe, amely a fiatalabb generációnak ma már történelem. Az újabb rendszerváltás szülte nehézségek, kihatással vannak a családok életére, mutatja be ezt az egyik kutató, figyelmeztető felhívás ez a cselekvés szükségességére az ország irányítói felé. Még egy kiadványcsoportra hívom fel a figyelmet, ez pedig a Jász-Kunság, ami 1954-től 2012-ig 55 évfolyamot élt meg. Ennek a jogfolytonos utóda a Jász-Kunság évkönyv. Érdemes a számait lapozgatni, ebben a bibliográfiák is segítik az olvasót. A Jász-Kunság évkönyv felvállalja az előtt célkitűzéseit és publikálási lehetőséget ad a megyében született, a megyéről szóló kutatásoknak is. Önök is éljenek ezzel a lehetőséggel, olvassák, vásárolják a Jász-Kunság évkönyvet, és csatlakozzanak a szerzői táborához.
Összegzésként annyit mondhatok, hogy a Jász-Nagykun Szolnok megyei Tudományos Egyesület könyvkiadási tevékenysége figyelemre méltó. Számos új anyagot, kutatási eredményt tesz közzé. Az anyagközléstől a tudományos problémák felvetéséig, a törvényszerűségek, tanulságok leszűréséig sok mindent találhatunk ezekben a könyvekben. Példaértékűnek tartom azt is, hogy a hivatásos kutatók és az amatőr gyűjtők anyagából egyaránt válogatnak a szerkesztők. Az itt bemutatott könyvek és jelen előadásom is mutatja azt az együttműködési hajlandóságot, ami jellemző megyénkre, hogy az amatőr és a hivatásos családkutatók összhangban egymás segítve dolgoznak. Bizonyára ennek demonstrálása jelen konferenciánk is. Köszönöm a figyelmet!